Special presseket kezdek megint kinyomatni.
Úgyhogy ilyesmivel szeretnék foglalkozni. Úgyhogy ilyen célok, tervek így tekintetében már így jól állok. Most megjön majd ez a szar, hát nem tudom mi lesz, de... Ja, a szabály az előre. Senki se tudja szerintem, azt meg ős. Csak előre leszarom. Más nem lehet csinálni. Elég ilyen izé volt az a év. Befelé fordulós volt, nekem egész... Ezelőtt egy-két hónapig teljes izé. Befordultál teljesen? Nem is, csak vagy a körülmények. Miatt, direkt is volt, körülmények is. Muteromat kell ápolgatni mentálisan, meg mindenhogy. Ja, hát... Van egy ilyen is. Megértelek, hidd el. Kőkemény. Meg ilyen elég ilyen zűrös kapcsolatban volt, ez szívta az energiáimat. Ja, és annak vége lett? Az szerencsére igen, ki tudtam lépni, vagy hogy mondjam. Vége, de az jó kemény volt, megviselt. Most szólóba tolom életemben először végre, azért így találom meg magam. De nem panaszkodom. Életedben először? Aha. Ilyen nagy csajozós voltál? Mindig volt valami? Mindig azt csináltam be azok, hogy egyikből a másikból tudod melyik, és nem hagytam időt magamra. Aha. Nem szenvedtem végig, tudod, az egészet. Ment sokszor ilyen átfedés szimultán. Hát. Aha. Úgyhogy most sok 50 éves kapuzárási pánikban van, én meg kapunyitási pánikban. Jó, oké. Okay. Ez erőgök van. De tényleg így van. Nagyon izgalmas a jövő. Hát nyilván a zene az nekem nagyon fontos. Ahhoz értek, különösebben máshoz nem vagyok. Azzal foglalkozok 35 évén. Ugye ez? Jó, de azzal szerintem mindenki jobban jár, hogyha mondjuk nem kezdesz el, tudom én, kapálni, vagy ilyesmit, mikor zenésznek meg azért. Nem, nincs bajom a kapálással, meg a horgászás. Hát nyilván kell majd, alakul most egy ilyen izé. Hétfőn kell felhívnom a éttermet, megyek futárkodni, Budapesten maradok, végül is eldöntöttem. Nem. És mivel futárkodsz? Autóval? Nem már így, öregesen. Maga a melóval. Még mindig jobb, mint a Pannonia Osztály Sky Orchestrának a végén, amikor az meg már tököm tele volt az egésszel. De miért? Mi volt? Mert én értettem, azt gondoltam, hogy értem, de nem biztos, hogy értettem, hogy hát ott volt. Nagyon összetelt, tehát az évekig úgy nyomott, hogy nincs Szabi, tudod, mész, izé próbál, koncert. Ja, mondjuk ez egy népszerű formáció. Azt hagyjám, de kellett volna ilyen szüneteket tartani, meg nekem az nem jött be, hogy nem reflektáltunk a Babilon dolgaira. Tehát izé mindegy. Szerintem egy ilyen zenekarnak kutyakötelessége. A Mászkát regit játszott. Kezdett felhigulni, meg úgy éreztem, hogy kiégett. Amályan nagyon büdös munkaszagú volt. Tehát amikor dobolsz, ott van itt hány ezer ember, vagy tök mindegy hány ember, és azt nézed a lábcímnél a setlisten, hogy mikor lesz már vége, na akkor már rég abba kell, hogy... Igen. A kapálásra jut eszembe. Igen. Szívesebben hát... kapáltam, na, komolyan mondom. Megértem. Úgyhogy ez ilyen? Hát... De nem veszed. Nem. Tudod, így volt. Kivágta nálam a... Disztít, azért sok minden, nagyon sok minden. Hát ez egy nagyon összetett dolog. Tehát a... Maradjon köztünk, volt egy olyan kérdés, hogy miért ragaszkodok én ehhez a hülyeszkázenéhez? Szedjétek ki a S betűt a pasóból, bazdmeg. Nonsense, bazdmeg. Nem nevezem meg, hogy kik mondták arra, de...
Miért? Ez nem is lényeges talán. De érted, szóval alapító tagként gondoltam, hogy segítek itthon meghonosítani ezt a műfajt. Írom a számokat. És akkor az meg egy ilyen. No way. Hát igen, amikor már a dolognak a lényege kérdőjeleződik meg, akkor az úgy nehéz. Nem találtam a identitásomat ebben. Még több koncert, még több pénz. Hova bazd meg? Tehát már így is... 80 koncert, 101 évben minek van? Meg ilyen... Nincs bajom a falusi búcsukkal, örülök, hogyha... Ja, hogy sokat kellett ilyen helyekre is járni. Hát inkább oda mentünk, mint mondjuk külföldre. Ki is koptunk a külföldi dolgainkból, mert hogy könnyebb volt ugye eladni itthon ezeket. Nincs nekem bajom perecevészsákba futást, tudod. Nem most, hát a most. A ruha sztori ez. De... 6-8 évet lett feltalálva, hál' Istennek. De hát én soha nem vettem fel. Ezek ott izzadtak ebben a műanyag faszba, érted? Kis kalap, meg minden kell. Az a Krisának a kalapjával nincs baj. Szerintem azt ő jó kitalálta magát. Na, ő nem is a buszvezető ruhában van, hanem a fehér izé. Az ő nincs gáz. De ami a... Tényleg talán, ha lehet így izél, hogy melyik a leggázabb, hogy itt volt az elcsalt választás, tudod. Babilonra mindig reflektálnak ilyen underground zenekarok, hát most mit mondjak, mi is azok vagyunk. Pont az a lényeg, hogyha valakinek van más szava, és benne van a biónkban is, hogy érzékenyek vagyunk ezekre a dolgokra, tehát hogy tükörmutatás, tehát első két mondatban benne van a biográfiában. Tehát amikor le van írva a zenekarnak a lényege, hogy mi közvetít. Ja, az üzenet. És a nagy kus, érted, mert hogy nem lesznek fellépéseik. De ezekre a dolgokra reflektálni kell, hogy mit művelnek, mit ér. Belesett a fiú. Hú, az kemény volt. Szarul nézett ki? Igen, de ahogy látom, nem viselte meg nagyon. Azért régen bevittem ilyeneket, hogy System Connection, tudod, a korrupcióról a dal. Rengeteg ilyen nóta volt. Nem azt mondom, hogy csak erről kell szólni, ha egy skázenek van, akkor... Hát van ez a happy ska, amikor izé enjoy yourself, meg nem tudom, meg van egy, nyilván van egy olyan vonulat, amikor... Le kell vállalni, és hogyha történik valami, mondjuk egy durva igazságtalanság, hogy tudom én, felüti a fejét még durvábban mondjuk a... kirekesztettség. Én most például biztos írtam volna lótát erről a homofób törvényről, tudod? Ja. Kusz van. Én meg így elbúcsúztam a zenekar, vagy se a rajongóktól inkább, de ezt a saját profilomon, nem a rajongóim. Ellopta a HVG, az kiment izé főcímbe. Igen. Kis kegyed blik, ebből lett a botrány. De úgy voltam el, hogy hagyom a gecibe, mert nem perelek, mert lemásolták, leadták. Nem tudom olvasni, de nem volt ilyen durva, tehát amiket mondtam neked ennél egy kicsit finomabban. De... Meg ilyen, hogy feljuttak a Petőfi Rádióba, hogy leszedik azokat a slágereket, amiket én írtam a rotációból. Tényleg? Csináljak szart. Persze. Voltak itt dolgok. Amikor egy művészt öncenzúrára késztetnek, és végül is meg is van zsarolva. Jobban mondva, én meg is voltam fenyegetve. Ja, mert ugye hát ez neked jövedelmet, hogyha te általad
írt slágert, te szellemi termékedet pörgetik. Éves szinten 2-3 millióról beszélünk egymás között. És... Bak vagyok. Ilyenkor mindig az furcsa nekem, hogy akkor miért játszották tulajdonképpen? Tehát mi az, ami miatt játszották? Hogy azért, mert jó volt? Nagyon érdekes, vagy... hogy még a Nerérába is ment a System Connection. Szerintem nem tudták, miről szól. Ennyire hülyék volt. Vagy egy szelep. Nem tudom, de ahogy lett a főszerkesztőváltás, azonnal rám lett szólva, meg lettem kérve, meg lettem zsarolva, meg lettem fenyegetve. Szép. Hogy nem játszol? Nem nagyon szaroznak. Hogy nem játszol? Csinálj szart. Vagy legalább ne csinálj olyat, ami nekünk esetleg az. Őrület. Szarabb, mint a régi kommunizmus. És akkor erre nem reagál a zenekar, sőt látom, hogy mennek inkább arra, mert az én abból a szemszögből radikális vagyok. Szerintem azt nem olyan könnyű azért tönkretenni. De fogyott belőle. Fogyott belőle. Mi a baj? Nem értelek, hogy mi a gondod. Szegénynek már piros a feje. Na csak ügyesen. Na sziasztok! Hajrá! Vigyázz az ivadékomra! Ja, most már ihat nem látom. Szia drágám! Sörrel, mindenféle kérdés. A meccsőr az finom. Már megittem azt is, bocs. Most már az is, Jézus. Ide fele félelmetes, innen vissza már azt mondom, hogy... Szépen elolvad a kamera, tudod így. Nem biztos, hogy ez jó lenne. Hát nem, de azért szerintem ennyire bírja. Nem, nincs olyan melegkedés se, ezért fog. De én is megolvadnék akkor, vagy nem tudom. Az érdekes lenne, hogy... Micsoda? Ez érdekes lenne. Hát érdekes lenne, de akkor ennyire olvadozni. Ez megvan, mit jelent? Szkócsá? Nem. Kánikula. Igen? Oh. Milyen zenét játszol? Ó, szkócsereket. Nem, Jeffy, te vágod? Szkócsere, kánikula. Azt jelenti. Hát a dance kócsere. Hát a dance kócsere, forróbb a kánikula. De mondjuk egyébként a szkócser a bosszánnak a egyik ága. Megvan? Micsoda? A heavy bosszámnak a ága. Nem vágom annyira a szkócsert. Tehát az a, tudod, a hippie boys, tudod, meg ezek, az megvan? Ilyet dobol, hát ez legszebb. Kurva jó ezt dobolni, mert... Nem, tudod, nem kell izé, tudod, ilyen nagyon gyors, rövid. Izé. Vannak, de nem szabadultál meg tőle. Melyik? Igen. Van. Jó, mert Peti, ő azért eléggé rajta volt azon, hogy így eladott mindenféle emelét. Nem, a számadó. Igen? Analóg eladja a lemezet. Hát szerintem már kiszórta őket. Jézus. Még múlt tavaly. Nem játszik. Hát. Azt mondta, hogy ő neki már elege lett. Ja. Ebből soha nem elég. Én is azt mondtam neki, hogy kár szerintem így, mert most ez egy ilyen időszak,
pihen, meg mit tudom én valami. Hát zenélni azért a nagy problémái voltak, a lakhatási problémái is voltak a Petinek. Igen. Lehet, hogy emiatt. Azt mondjuk szörnyű. Nem, mert kapott segélybe, tehát egy 60 ezerrel indult alapból. Úgyhogy még nem csinált úgy igazából semmit, de mondjuk az ő helyzete az más egy kicsit ebben a mozgás, meg nem tudom, meg ilyen... Ja, neki lassítja. De... tehát egy annyi pénze volt, hogy abból mit tudom, egy kaját, vagy ilyesmit tudott venni magára. Főleg amennyit ő evett eleinte, az nem volt kevés az a pénz. Ez a lakhatása az, hogy hol legyen. Elmentek valahová? Ó, megtörtént? Meg. Ez mi? Mondtam. Hajzé. Facebook csoportnak a... De melyik Facebook csoport? Hungarian Massive Foundation. Hungarian Massive Foundation? Hosszú távra tervezünk. Te is benne vagy? Alapító tagként? Így van. Tehát igazából az én ötletem volt. Igen. Vagy egy olyan csoportot kéne létrehozni, ami nem különül el úgy a többitől. Tehát nincs külön dub, nincs külön rootsregi, nincs külön tudjátok milyen alfaj, hanem mindenki talál magának. Benne érdekel. Így van, így van. És akkor mégis együtt van a csoport, mint a, úgymond a masszív, és ilyen, nem tudom, ilyen összetartó egységként jött a név, hogy akkor legyen ilyen alapítvány jellege. Ami nem teljesen, igazából nem teljesen alapítvány. Mi a neve még egyszer? Hungarian Massive Foundation. Hungarian Massive Foundation, jó. Tehát, hogy egymást segítsük azáltal, hogy igenis tudunk újat mutatni a másiknak is. Hogy ne legyen az, hogy itt egy kis csoport, ott egy kis csoport, itt szar a szét. Ha más nem, ugye nem lehet ezt réjebben megcsinálni úgy, hogy igen, mit tudom, hogy itt van ugye most a Weekender, hogy akkor csak dubot játszik az illető, mert ugyanúgy fog szólni rootsreg is, ugyanúgy fog szólni stepper is. Ugyanez van az éve is, a csoportokban is, a dubkedvelőkben is ugyanúgy kirakják a rootsregit. Most tudom melyik csoport volt, talán a Roots Hungarian, vagy nem tudom, ilyesmi csoportban, a Ördög Norbiék csoportjában is kiraktak ugyanúgy izét stepper dubot például, tehát akkor mi értelme van akkor az ilyen csoportoknak? Legyen egy nagy csoport, és ott mindenki talál kedvére. Mi a lényege? Az összefogás. De zenéről szól? Tehát ilyen, mit zenéről tudom, írások, igen. Zenéről is. Ugye a Sebő csinál ilyen regi történelmet, minden napi lemezeket többnyire már csak oda posztolja. Direkt azért, hogy legyen egy kicsit ilyen kulturális viszonylata is, legyen kicsit zenei viszonylata is, és tehát hogy beszélgessenek az emberek egymással is. Igazából ez a lényege, hogy minden téren való összetartás, összefogás legyen. Hisz minden ilyen kedveljük konkrétan azt, amit csinálunk. Csak ezt sokan nem mutatják ki, mert elhallgatom otthon, és akkor úgy jó, viszi. Én például ugye leginkább kazettázom, bár lemezezek is. Ugye ide nem tudom lehozni a kazettadekket, mert kicsit nehéz ahhoz. De igazából vannak tervek. Én ezt szeretném nagyba csinálni. Hogy jöttetek most le egyébként? Kocsival, Jafarra hozott. Tehát én felmentem Pestre, bepakoltuk a soundot, és akkor Jafarra hozott kocsival. Aha. De akkor befér legközelebb a izé is. Igen, igen, csak ahhoz nekem fel kell vinnem Pestre. Ja, igen, hogy te még nem ott laksz. Így van, így van. Hát én Gödön lakom ugye. Gödön? Gödön. Hát akkor hát easy, onnan áttolod biciklivel. Hát volt rá példa, hogy biciklivel letekertem Gödre, de azért két ekkora dekker, nehézsás. Nincs akkor a zsákom, az a baj, hogy beleférjen a ruha, a sátor, a hálózsák. Jó, hogy ezt mind hozni kell. De mondom, terve van valami, hogy most 20-án például Gátőbe fogok tudjak az ízni. Aztán tervezek olyat, hogy majd Legikempre, hogyha lesz jövőre valami nagyobb megmozdulása, akkor oda szeretnék egy bazisettet majd. Mm-hmm. És akkor igazából még tracklist nincsen, mert nem úgy nyomom, többnyire inkább lootsot nyomok kaziról. De
az egész az onnan jött, hogy mindenki vinilen vagy pendrive-ról játszik, CD-ről játszik, kaziról senki. Legalábbis mostanság nem nagyon láttam még ilyet. Én meg alapból kazizok, mert gyerekkorom óta szenvedélyes, mániákos kazettagyűjtő vagyok. És igazából nagyon sok Bob Merlit a Denver 27-et dobta ki a kukába. Amit én most szégyen, nem szégyen, de én szó szerint kikukáztam. Aztán így innen jött, hogy akkor miért ne? Hát megpróbálom. Aztán feltöltöttem YouTube-ra egy ilyen kis pár perces, mint egy 4 órás. Van egy YouTube csatorna, milyen néven? Puli néven. Fontosan a jelmezeket, mert van egy darabban, mit tudom én, 10 öltözés. És ha valamit elfasz, akkor ne van fasz. Lefő rohangja ezek szerencsétlen, hogy tudom, hogy van. Ha azt, amit mi nem használunk, azt hiszem, terítsük ki oda azt, hogy holnap meg lehet. Mi a rosszabb? Azok nem mennek be meg. És azokat nem mondják. Egyébként az igazán a tisztesen is rendezik fogják a csapatot, de nem jelent. De nagyon szépen. Ritke. Roma. Utálom ezt a dalmoztuk, és csávó, kivel... Figyelj! Puff! Én imádtam téged, de ezt nekem nem mond, mert nekem szeretnem kell ezt a darabot, mert én játszom benne. Utálom ezt a dalmoztuk. Azért, mert kurva sok öltözés volt benne. Mi motiválja őket? És az öreg lány az már elmúlt 60 éves. Mi motiválja őket? Hát így imádják, valójában imádják a színjelzőt. Imádják. Tehát ilyen mániákosak szeretnék. Miért csinálják? Bárhova elmennek. A sarkon van egy ruhajavító, ahova a pofilbe ment, és így... Így megcsinálom mindent. Mivel az a dolga, hogy ha para van, akkor ezt neki kurva gyorsan meg kell csinálni. De hát az a helyzet. Ja, meg a fasz. De sajnos már kiüregedett. Nem úgy folyó. Meg a színház szempontjából. De olyan aranyos, mindig be van parfümöző, mindig ki van festve, tudod, a szempillája. Hát, ha még valaki hátulról elkapja.
Erről legendák vannak egyébként, hogy hányan osztál. Hát mindenki tulajdonképpen egy bizonyos időszakban. De hát ez is hozzátartozik a mesterségéhez. Nem csak a színház, az imány a színház. Hát jó, hát a színészek faszán, de ez tulajdonképpen ugyanaz. Isten, csodálatos nagyon szeretném. És tényleg az volt, hogy a végén, hogy én már nem voltam észnél, mert én már benne voltam fél ésszel a jelenetben, még nem tudom, forgott a forgó, össze-vissza, ugrálás, nem tudom, most akkor melyik, ez is ugyanúgy néz ki, mint a másik, most akkor melyik nekem elég. Mármint, hogy a színvégén az volt, hisznek. És a pufni a végén mindent tudott. Hogy én mondtam, hogy ez nem így van pufni, vagy ezt meg kell rakni, nem tudom, mit csinál. És magától kijavította, hogy logikailag nem jó, mert én valahogy leléptem a forgóról, és akkor kimentem az egyik takarásba, és én azt hittem, hogy az a takarás, de közben jöttem vissza, nem tudom milyen ajtón. Tehát, hogy... És ő ezt kisakkozta szépen a fejében, és pontosan tudta, hogy minek hol a helye. És azt is tudta, hogy ha majd az van, hogy milyen állapotban vagyok, mondjuk, hogy mindjárt mennem kell vissza, de föl kell vennem egy nyakkendőt, akkor az itt lógjon a fejem előtt a takarásban. Ja, basz, meg nyakkendő. Nagy kócsa. De nem én voltam az egyetlen, akire érfelelt, hanem a teljes férfiakban. Ezt tudod, mi rohangálás? Igen, de akkor viszont belevilágít a szalagban a szalagban. Ez egy hosszú játék. Ez valamiféle virtus? Még nem tudjuk, hogy... Ja, még. Hat. Párból. Hét. Arrébb álltok egy kicsit, kacok. És vége lett a játék. Nem jó még? Van átkötő ez, de az nem az, mert a, nem oda mutatja. Some parts of it. It was Hungarian. It was like almost 100%. Yeah, right. But if you look the total, it's like more. So in the total area, if you look, it's like. Yeah. But there is a big part where basically only Hungarian. Yeah, you're right, yeah. Miről beszéltek? About Transylvania. Ja, hogy az, hogy tartozik hát, az országhoz, hogy ugye, na, hogy az egész elcsatott területet nézzük, ami Romániához került, annak a több mint a fele románok laktak benne. De hogyha csak a magyarok lakta erdélyi részeket nézzük, ott végül is magyarok laktak többségében. Hát ott igen. Igen. Hogyha az egész elcsatott területet nézzük, úgy már nem voltak többségben magyarok, és ez megtévesztő lehet, erről volt épp szó, hogy... Ja. Ja, ez volt. Ez a házi smog. Have you ever been to Sofia in Bulgaria? No. It's also an interesting city.
old. Yeah. I've been to Transylvania in the Hungarian part. Okay, yeah. Ah, nice. Okay. And there are still a lot of Hungarian people living there, having their own school. And there are still parts where mostly like you go. The only people who are really dying out are the Germans because they have left. They were just there during the third war. And now they have left to Germany, but now they are actually also disappearing in Germany because so many immigrants. But no, it's all, I don't know. Csoda orhidea van itt. Yeah. Oh, nothing new, you know. Nothing new with all this migration. People change something. Yeah, it's right. Jól körd, gyerbat. Jól, körülbett. És a, mi van a tyúkokkal, hogy most így szétszélettek? Mindenhol, az előbb ott találkoztam egy ilyen jó nagy. Azért, mert körbe járnak ilyenkor, elültetik a tojásokat, aztán várunk egy kicsit, aztán... És aztán jön a húsvét, így szét. It's hard, the people... Yeah, igen. ...move in the land, how it works. Pornograsz. September 3. Is that your dog? Well, yes, she's with me. Ah, nice. Yeah. No, I never see her. I say she's mine, but I don't own her. I don't like this expression. Yeah, to own someone else. She's a family member. I can see it's a nice dog. I mean, not a con. Like, not so... I mean, of course, because she's female, maybe not so aggressive. Vannak új képek is. Igen, itt volt a... Vegyesen, Péter. Yeah, still, you... When you see this really... this aggressive-looking breed, and they're so humble sometimes. And the other times you see this like normal dog and could be so aggressive. Mostly, but they get what they learn. Yeah, right. All the vibes they grow up. Igen, mikor is oda is ülettem valaki, sőt, amikor hozzá lenne tolva a három, akkor még oda is ülettem. Persze. Még lehetne utána kötni utánfutó. Igen. Olyan lenne, hogy te meg lehet osztani. Ez jó reklám a tandemnek, ami följebb van. Erről egyből eszedbe jut, ha tudod, hogy itt van a környéke. Mentek is? Nem, csak boltba, meg... Melyik? Hol van itt a bolt? Mert oda nekem is kérdezik. Nagy Marosba. Hát, hogyha kimész az útra, akkor el kell menni balra. Akkor egy fél óra, gyalog. Hogyha sétálsz, akkor mondjuk ilyen Bringen fél óra. Van nekem is. Ja, hát gyors vagyok. Suhan. Pestről jöttünk, de mi vonattal. Földobtuk a bicót. Mennyi a plusz jegy? Nem sok, képzeld el, 266 volt a bicó jegy. Aha. Szóval azt hittem, hogy az vállalható számomra is még. Lehet, hogy megkockáztatod vissza? Hát, még nem próbáltam meg, lehet. De azt nem tudom, mennyi a személyre Budapesttől? Vagy hogy 1000 forint, 1046 forint, és akkor plusz a... És akkor mondjuk 1005-ből lehet. Jaj, jó, mert egy megállóval tovább vetted. Ja. Szóval mit tudom, hogy van, ilyen bringatároló szekció, ahova... Jaj, általában vonat elején van mindig. Vagy vonat a hátán. Vagy a hátája. Vácról, Váci állomásról? A Nagymarosiról. A Nagymarosiról is van. Jó, lehet, hogy akkor azt kipróbálom. Ha meddig maradt? A végig. Vasárnap? Aha.
Ja, akkor még úgyis összefutunk. Jó van. Szépen, okosan. Vasni, okosan. Gyere ide. Okos vagy. Okos vagy. Okos kutya. Okos Ezek most itt leeszik ezt a dzsungult. Le is tapos, tiporta. Ez jó a kecske, amúgy nem kell fülesni. Hát jó, igen, csak az akkor is éhes, amikor elfogyott a cucc. Mindig áttennék. Jó, itt olyan terület. Nem. Hát itt rághat, igen. Itt mondjuk, itt tehát. Jaj, nem kell megrémülni. Ezeket keresték a múltkoron ötön? Mert valami volt, hogy hova lettek a kecskék. Guten Morgen. Barátom, kóstold meg, majd rájössz. Én csináltam. Szagold nem, meg, zsír. Ja, ja, vegán zsír. Nem, kóstold meg. Most nem akarok így bele nyúlni. Nyúlj csak bele, nyúlj csak bele, kóstold meg. Nézd. A 12 gram gandzsával. Nyugodtan, nagyon finom. Vagyis finom lett, nem? Meg potens amúgy. Tehát, hogy beállsz tőle. Ez a, nem olyan, mint az a halucinogén méz, amit a tibetiek, vagy nem tudom. Nem azon az alapon, de igen, aha, ez termelő méz, meg az ingan jam összefőzve. Vagyis hát így megcsinálom egy ilyen izével. Igen, az ízén érződik. Igen. Meg potens, tehát ahogy csinálgattam, ahogy lecsöpögött egy-kettő, így bekaptam, kicsit úgy markoláztam a talajt. Egyrészt azért, mert sok egele. Aha. Másrészt azért beletölteni kávéba reggel, teába, jó, értem, flest, értem. Érted, és aha, akkor nem az van, hogy most elszívsz mindenféleképpen egy cigit, hanem aha, csak így, kell egy kis reggeli rendület, mert szerintem úgy energetizált, tehát hogy a THC-nek azt az oldalát hozza ki, dekarbonizáltam előtte a ganzsát, elősütöttem, meg mindenféle aktivizáltam, hogy király legyen, és hát nem tudom. És milyen méz ez? Ez termelői méz. De hogy milyen fajta? Nem tudom, haverom én, de csak így szokta hozni, hogy nézd csak itt a méz, tessék, 3-4 csupvarral hoz, ezért egy... A színe ilyen volt? Nem. Tehát lesz, nem volt átetsző. Ennyire opálos. Igen, így van. Ez már ez a fehér. Mert a napraforgó szokott ilyen lenni ez a színű, meg a repce. Ilyen turmixer, ilyen botmixerrel átverettem, meg átsimítottam, meg átszűrtem, meg mindenféle hülyeséget csináltam. De ez lett az első, ez a prototípus. Aha. Mézet még nem csináltam, de már próbálkoztam ilyen dolgokkal. Nem lett rossz, szerintem. Egész jól lett. Kijöttem, és egy csapat tyúk itt volt. Itt lakunk. Lipi? Itt. Melyik kocsiba fekszik? Lipi? Az nem tudom, elmegy valahogy. Ebbe fekszem. Ja, most másik autót hoztál, hogy nehogy megegye a kocsot. Mindenféleképpen bezárjuk. Látom, most egy lemez van oda bezárva. Igen. Barrington. Aha. Teach me culture. A Jós is nagyon érdekes aha, volt, meg de tökre élvezhető. Hát csak tudod, most megcsinálom, és akkor valaki kitalálja, hogy jó, nekem üző, ne legyen, meg ne legyen rajta, most muszáj vagyok így. Így van, ilyen? Persze. Hogyne. Oké.
Okay. Úgyhogy azért nem nyilvános, ha érdekel, vagy kell, akkor átküld, vagy aha, küldesz egy e-mailt, rárakom a linket, és akkor letöltheted. No, ezt szívesen. Jó. Majd megdumáljuk, persze. Azt hittem, hogy ti gitároztok, hogy ott a gitár, és hallom ezt az akusztikus. Tinarivel. Jaj, Tinari, az egy jó. Az egy jó kis csapat. Volt a Mozorán Tinariben koncerten. Mikor volt, melyik évben? 17-ben? 17 vagy 8. Azt lemaradtam róla. Én lementem Mozorára, aztán visszamentem pár napra dolgozni, és képes voltam még visszamenni utolsó nap, vasárnap. Mert hát ez megérte, persze. És megérte. Meg ki tudja, hogy mikor lát utoljára, legközelebb látni. És megérte egyébként, mert elve szakadt az eső. Olyan kicsit ilyen sárga topicskolós volt, de nagyon szép volt. Nem is tudtam róla, vagy nem figyeltem eléggé, vagy nem tudom. Érdemes volt egyébként az orás koncerteket megnézni, mert hogy volt már Liperi, Matt Professor, ilyen regidábba is azért szoktak erősek lenni, meg világzene, mi ilyesmit. Hát jó, mondjuk az Ozora az egy jól kiépített most már, szinte tradicionális fesztiválot adnak ezekre a díszletekre is, meg minden. De most már nem csak a izéről szól, nem csak a, veretésről szól. Az így már ja, hogy sok minden van. Tágították a repertoárt. Want some chocolate? Oh, no, thank you. It seems strong. Yeah, it's very strong. Az előbb itt volt a Mátyás, és hozott egy tejet, de el is vitt. Hát itt volt az előbb egy teljes tej. De hozott is tejet, meg nem is, mert ide hozta, lerakta a pultra, és azt mondta, hogy van tej, tessék, sziasztok. Magyar léci. És aztán elvitte a tejet. Léci. Jó. Én kitöltöttem volna, én is mindegy. Hát még van benne, nem azért. Adok. Egy nagyon pici. Megfelezzük. Jó. Köszönöm. Ízmos volt a csoki? Aha. Úgy is néz ki. Nem, most mond, lehet, most tudatosult benne, képzeld el. De jó, ahogy érted. Itt táncoljál hajnalig. Egészen máig volt egy ilyen rekesztej, növényi is, meg simány is. Tényleg a növényi, nem tudtam, hogy van. Elfogyott hátul is. Nem tudtam, hogy van növényi tej, hogy azt is lehet kérni. Most már nincs. Már nincs. Akkor idejében kapcsoltam. Ja, a cukorral is elég gyengén áll már. Ott még van egy ilyen nagy tasak még, csak hangyás. Nyomozod a tejet? A Mátyás találd meg, és akkor meg lesz a tej is. Hődör. Ez ki? Hát, Mor, te is nagyon aktívan pörgetted meg ezt a lemezeket. Vagy nyomkodtad el? Csak kicsit. Tekergette, meg nyomkodta, meg a sirénát, meg ilyeneket. De már nem először. Nem, már voltam. Azért, mert úgy is tűnt, hogy van benne a már úgy csinálja, mint aki tudja, hogy úgy csinálja. Ha? Hát a baj, olyan magas volt az asztal, hogy nem értem fel. Jaj, azt láttam, igen. Hát kell neked oda tenni legközelebbre egy kis valami ládát, vagy valamit. 3000. Ah, you were the one shouting. No! I was not shouting only. Not only you. Maybe one time, sorry, yeah, but no, the one shouting was because he hurt himself so bad. But what happened to him? He fell down with the bike. Ah, he just when he arrived, or what? No, he was falling before, but when he arrived, he had pain, so
he want to have a palinka and to drink and to rub into the wound. Yeah, and also not to feel the pain so much. Because alcohol is like changing your brain, so you don't. Yeah. No, we were at a party. What was it? In the Tandem. Yeah. Like, you know, film club. Film club, yeah. Yeah. Well, I really liked the films. And then there was good music, but I was so tired because I didn't sleep one night before. So I was sitting there on the chair and sleeping. Tudjátok, srácok, hogy hol lehet ivóvízhez jutni? Valami olyan? Az a hordó ott lenni. Igen, ilyen hordó. Amiben tudok főzni. Kohára, aranypáccal, és kohára rajta. Ja, hogy ti is hozzátok, aha. És hogyha nem akarom ezt pazarolni, nincs ilyen utcai kút valahol? Figyelj, ez kútból van. Ez itteni furt kútból van, úgyhogy nem pazarolod. Nem kell értem eszére menni. Azért ez az ivó, ami a csapból folyik, ez a köbös tartályban van fönn a kín a napon. Az, és ugyanaz a víz, csak ugye süti a nap, nem olyan. Meg belemegy minden, és azért van külön itt ugyanabból, vízből, csak ez így van. Festők. Ez szürrealizmus? Szürrealizmusnak az ő gyűjteménye? Nem, ez már... Magritte. De. Aha, ja. Luki. Hát pár. Megnéz benne az ember egy pár. Nice. Ezt elvehetem? Kidobom a... Ja, köszönöm. Visszak ott van. Visszak. Köszönöm.